No, lássuk, hogy miért is kellett nekünk gyakorolni ugye a láncszabályt, az összetett függvény deriválási szabályát. Azért, mert nagyon sokszor olyan kifejezésünk van a változóra és a függvényre vonatkozóan, amelyből ugye az y-t magát kifejezni nem könnyű, vagy bizonyos esetben nem is lehetséges. Annak ellenére a kérdés az alapvetően az y-nak az x szerinti deriváltja, mégis, hogy a tanultak alapján, amit az ismételtünk alapján, megtehető. Természetesen ugye itt ezt inkább a rövidebb jelölést, az y-vesszős jelölést fogom használni. Hogyan fogunk tudni meghatározni az y-vesszőt ebből a kifejezésből? Vegyük a bal oldalnak is, meg a jobb oldalnak is az x szerinti deriváltját, amit persze így jelölünk. Jó. És nézzük meg, hogy mit is kapunk a tanultak alapján. Tehát ugye itt persze akkor lesz a 2xy-nak a deriváltja, mínusz, ugye lesz itt az y a mínusz másodikonnak a deriváltja. Hát itt az x szerinti deriváltatot rögtön beírom, mert szerintem az nem olyan problémás, hogy az mindenki jól látja, az 6x. Itt ugye problémásabb lehet 2x-el y, hogy y az x-nek a függvénye értelemszerűen, tehát akkor a szorzat függvény deriválási szabály alapján lesz a 2x-nek a deriváltja az 2 szorozva y-nal, meg 2x-szer, ugye y-nak a deriváltja x szerint, tehát erre van y vesző, mínusz, mert itt y a mínusz másodikon van, ugye a külső függvény, hogy ez a mínusz második hatványozás jelenti, tehát akkor a belső függvény persze az y, tehát akkor ennek a deriváltja lesz ugye mínusz 2-szer, y a mínusz harmadikon, és a belső függvény deriváltja, ugye, hát ez az y vesszőbe jelöljük. Tehát ez itt egyenlő 6x-el. Azaz, mit kaptunk, hogyha, hát persze jó, akkor írjuk. Hát itt azért már ténylegesen a dy per dx-et kell meghatározni, ezért mindenféleképpen egyszerűsítsük már a kifejezést, ahogy lehet, hogy itt a mínusz mínuszból lesz plusz 2y a mínusz harmadikon y vesző, és ebből bizony-bizony az y-vesszőt nem olyan nehéz meghatározni. Itt ezt a két y-t átviszem a másik oldalra. Tehát ez itt 6x minusz 2y. Itt az y-vesszőt ki tudom emelni. 2x meg 2y minusz harmadikon. 6x minusz 2y. Azaz az y-vesszőre megkapom, hogy az 6x minusz 2y per 2x plusz 2y minusz harmadika. Tehát jól láthatom, nem oldottam meg y-ra ezt az egyenletet, mégis meg tudtam adni ugye a dy per dx kifejezést, természetesen úgy, hogy azért a kifejezésben továbbra is ott szerepel azért az y is.